Ekonomski fakultet iz Subotice današnjom otvarajućom konferencijom započinje saradnju na IPA prekograničnom projektu sa mađarskim partnerima u okviru projekta CURE. Prekogranična razmjena i ovog puta je bila interesantna za Ekonomski fakultet i mi smo pristupili izradi jednog IPA projekta gdje smo sa partnerima iz Mađarske, nekoliko kompanija i Ekonomski fakultet ušli u ovaj projekat koji nema neke velike, da kažemo, vrednosti, red veličina u odnosu na druge međunarodne projekte, ali će biti koristan za jednu i drugu stranu i pogotovo mikro i mala preduzeća da se ta pozitivna iskustva iskoriste koja su već postignuta u Mađarskoj i da se implementacija novog softverskog rješenja koji praktično stavlja u fokus kvalitet i nove procese koji praktično žele da unaprede poslovanje u mnogim malim i srednjim preduzećima će biti korisni i ono što je suština ovog IPA projekta da ćemo na bazi tog dvojezičnog softverskog rješenja uspostaviti jedan, da kažemo, konzistentan i razmenjiv ovo model koji će nakon uspostavljenog softvera ići i u implementaciju gdje ćemo mi edukovati praktično sve zaposlene koji će procesuirati i uvesti, etablirati softverska rješenja i na kraju ostaje onaj deo softverskog paketa i to je jedan od osnovnih ciljeva projekta da on nađe primjenu, da bude primjenjiv u praksi, da praktično kroz certifikaciju po nekoj, da kažemo, niskoj ceni ta mala preduzeća i mikropreduzeća dođu do jednog upotrebljivog softverskog paketa na osnovu koga će moći da unaprede svoje poslovanje. Projekat će trajati 16 mjeseci i nakon toga će biti i koristan za upotrebu i prihvatljiv, znači bit će u poziciji da se apsolutno i stavi na tržište. Priča o uvođenju sistema kvaliteta, rekao bih, nažalost, nije nova. Isto tako, nažalost, kod nas je još uvijek aktualna. To je priča stara, nekih 20-ak godina, međutim, kod nas ona još uvijek nije dovoljno mjeri našla plodno tlo. Reč je zapravo o uspostavljanju strukturisanosti i determinisanosti sistema ukoliko preduzeća posmatram po sistemu gdje je svaki proces jednostavno i jednoznačno urađen i uređen kako po pitanju tokova, tako po pitanju dokumentovnosti i opšte pristup informacijama koje proističu iz tih sistema. To bi bilo s nekog nazovi teorijskog aspekta objašnjeno čemu reč o sistemu, uvođenju sistema kvaliteta. Naši partneri su iz Mađarske. Mađarska ima mnogo više implementacija uvedenih sistema kvaliteta u malim i mikropreduzećima, negdje oko 20.000, dok mi podosta kaskamo za njima, mi se krećemo oko cifre od 1250, od čega je najveći deo, skoro 800 implementirano upravo ovdje u Vojvodini. O ciljevima projekta će profesorica naravno više reći. Globalni opći cilj jeste implementacija u nekoliko preduzeća softvera koje ćemo razviti i uopšte potpomaganje uvođenja ovog sistema kvaliteta koje sam upravo spomenuo. Da li možete još reći konkretnije samo koja su preduzeća u pitanju ili koja je delatnost? To ide putem konkursa, preduzeća konkurišu i onda mi na osnovu unapred definisanih kriterijuma odabiramo koji su najpogodnija. Naime, velike su tu povlastice na to pitanje, prosto moramo napraviti izbor po nekom unapred definisanom sistemu. Pozitivno iskustvo i širok spektar primjene softverskih rješenja u praćenju kvaliteta predstavili su partneri iz Mađarske. O projektu Mogaru nam pohvali da sam nam pohvali da je bilo vaša projektistite. No i ovdje je vrlo to znam mogu da pot i što podijeli što su izgledu prijediš realizovanje ovog projekta. Oni pohvali ja te svim foglokozni alternatív együttműködési lehetőségekkel. Természetesnek tűnt, hogy az IPA projekt kínálta lehetőségeket felhasználni. Ennek két oka volt. Egyrészt nagyon régi jó kapcsolatunk volt már szabadkai vállalkozókkal, azon a korábbi működésem területén a vállalkozás fejlesztéssel foglalkoztam. A másik pedig az, hogy az a támogatási intenzitás, amit a program jelent, ezt feltétlenül ki kell használni. Olyan szervezetek is, mint a miénk, amelyik egy nem nagy alapítvány, ezek nagyon jól használható eszközök. Ezt az egy diát tettem föl a magáról a határon átnyúló programból, ami szerintem a lényegét fogalmazza meg, ez az egy mondat. Hogyha a közös értékeinket, ugye nem lakunk egymástól túl messzire, bár egy határ elvállalt bennünket,
ezeket ügyesen kihasználjuk, és összerakjuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel rendelkezünk külön-külön, ebből nagyon jó dolgokat lehet alkotni. És ezt hiszem is. Magáról a cégünkről, az alapítványról, a rövid neve a Délkör Alapítvány, hosszabb neve, akit most elkérdett sor, hogy kapcsolatőre vettem a Diana feliratot, az Délalföldi Regionális Környezetvédelmi és Környezetfejlesztési Alapítvány. Amikor létrehoztunk ezt a Magyarországon a Délalföld régióban, ez három megyét jelent, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyét, itt terveztük a tevékenységünket folytatni. Amint látják, 2003-ban alapította meg három magánszemély, és a céljainkat is felsoroltam, hogy miket tűztünk ki magunk elé. Tehát elsősorban a vállalkozások irányába jutottunk. Ez a bizonyos gondos bánásmód és a megelőző környezetvédelem, ez két olyan kifejezést jelentett abban az üzenetben is, amelyet úgy éreztünk, hogy ezt föltétlen népszerűsítenünk és terjesztenünk kell a régiónkban. Ezen belül tehát számos képzést, tanfolyamot szerveztünk, rendezvényt Európai Unió más tagországaival együtt, és végül, de nem utolsó sorban a fiatalokat próbáltuk megszólítani különböző programokkal. Ez nagyon komoly támogatásokat kaptunk Kecskemét és Bács-Kiskun megye oktatási intézményei részéről, nem csak az alapfokú, hanem a középfokú oktatási intézmények részéről is. Hogy miért is hoztuk létre az alapítványokat? Miért gondoltuk azt, hogy nekünk föltétlenül kell egy olyan szervezet, amiben megvalósíthatjuk céljainkat? Az a korábbi tevékenységeinkből és a végrehajtott projektjeinkből adódott. 2001-2002-ben részt vettem egy fárt projekt, biztosan sokan emlékeznek meg rá, ezek egy előcsatlakozás, speciális előcsatlakozási alap volt, elég régen már, történelmi múlt, és létrehoztunk egy olyan környezetvédelemmel foglalkozó irodát, aminek azt a nevet adtunk, hogy Ökoleg iroda. Így gyakorlatilag olyan projekteket valósítottunk meg, amelyek a környezetvédelmét célozták meg. Egyet-kettőt felsoroltam, például egy ilyen projekt volt a környezetkímélő alternatív művelési módok elterjesztése a mezőgazdaságban. Ez főleg egy ilyen gondolat és szemléletformálásra jelentett elsősorban ismeretátadást, és ennek a programsorozatnak az egyik ilyen kilogasló, szerintem kilogasló eredménye volt egy csomagolás technikai kiállítás. Másik fontos kis projektünk ez a gazdaság és környezetvédelem. Itt gyakorlatilag olyan tevékenységeket, olyan módszereket próbáltunk megvalósítani, amelyek egy célja a környezetünk védelme. Részt vettünk veszélyes hulladék összegyűjtésének a kialakításában, távmunka projektben, és az egyik legutolsó ilyen sikeresnek mondható tevékenység a helyi vidékfejlesztési iroda vezetése volt. Több olyan programot valósítottunk meg, amely kifejezetten a környezet barát, úgymond öko termékek vonatkozásában jelentettek eredményeket. Az egyik ilyen volt a zöld polcok, ez gyakorlatilag ökológiai gazdálkodásból származó termékeknek a piacra jutását kívánta segíteni. A másik egy ilyen alternatív energiakészlet című projektünk volt, ami a megújuló energiaforrások föltérképezését jelentette. Az iskolákban kis apró szemléletformájú nevelési célú programokat szerveztünk, és igazából ahol működtünk, azok a vállalkozások voltak. Ilyen programok, hát ezek egy nagyon egyszerű kis tudatformáló programok voltak, mint a környezetbarát iroda, az ökotérképezés, a környezeti időjárás jelentés, a gondozásról, a környezeti teljesítményértékelés és a különböző telephely engedélyezéseknek a környezetvédelmi vonalai. Ami igazán érdekessé tette számukra a projektet, az gyakorlatilag azok a tevékenységek, amelyeket én most a szakértői munkák köré gyűjtöttem össze, és ezen belül is kiemeltem pirossal a minőség és környezetirányítási rendszerek építését, rendszer, ahogy itt ezek elkészítését.
gyakorlatilag itt találkozott a projektnek a célja az én személyes érdeklődésemmel is, és az alapítvány munkájával is. Tehát ezekben a mai napig is rendszeresen végzünk munkákat, akár cégeknek az auditjain veszünk részt, akár belsőrendű képzéseken, akár pedig rendszerépítésekben. Én azt gondolom, hogy az a szoftver, amelyet tervezünk kifejleszteni, akkor ezt a munkát nagyban fogja segíteni. Nap mint nap, de legalábbis hónapon találkozom azzal a problémával, hogy a kiépített minőségirányítási rendszerek egy csomó hibát halmoznak föl magukban, és azért, mert nem működnek jól, hanem azért, mert nem jól dokumentálják ezeket. Nem teszik lehetővé az utolsó ellenőrizhetőséget, a nyomonkövetést. Én azt gondolom, hogyha egy szoftver ezt a fajta munkát, és ez különösen igaz például az információ technológiában dolgozó cégek esetében, akik mindent tudnak és zseniálisak a számítás technikában, programozásban, ugyanakkor azokat az ellenőrző lépéseket pedig hajlamosak kicsit lezsebben kezelni, amelyeket elérnek a szabványokat elmények. És azzal, hogy ezt a projektet sikeresen megvalósítjuk, szerintem egy nagyon komoly munkációt adunk a résztvevő vállalkozásoknak is, és talán még példát is azoknak, akik a későbbiekben tervezik a rendszer, tehát az minőségirányítási rendszernek a bevezetését. Még egy rövid ideig visszatérnék az alapítvány tevékenységeihez, amivel jelen pillanatban foglalkozunk. Ez a csatornálás és a szennyvízkezelés. Ez azért érdekes, mert ez egy magyar szabadalmon alapuló projekt, ami világ összes országában védett szabadalom, talán Albániát kivéve. És ez egy nagyon egyszerű megoldást jelent a korszerű szennyvízkezelésben, a szennyvíz összegyűjtésében. És amiről szívesen beszélek ezzel kapcsolatban, az, hogy a beruházások igényét tekintve legalább 30%-kal kevesebbe kerül ezzel a módszerrel a csatornázás. És természetesen, ugye, mint környezetvédelmi alapítvány, az energiahatékonyság, a hulladékkezelés és a tudatformálás is továbbra is témái. Olyan kis ipari mintákkal és olyan nagyszerű ötletekkel találkoztunk, mint ahogy látszik is a képen, több mint 50%-os energia megtakarítások érhetők el, de ezekről most nem kívánok beszélni. A mostani földhívás, nem tudom mennyire tudják, az IPA földhívása, ez az utolsó jelen pillanatban ebben a tervezési ciklusban. Az előzetes információink alapján a következő földhívásokra 2014 végén, 2015 elején lehet pályázni. Az alapítványunk, ezt csak érdekességként tettem föl, ezekben a témákban a tervezett pályázatokat még beadni, ezek környezetvédelme, természeti értékekre koncentráló pályázat, és a turisztika, illetőleg a speciális nevelési, élményalapú nevelési módszereknek az elterjesztésére. Nekünk is sajnos a legnagyobb problémát a finanszírozás jelenti, de erre úgy néz ki, hogy hamarosan megoldást fogunk találni egy önálló hiteltermékkel Magyarországon, erről nagy nevűre van a tárgyalásaink. A projektben gyakorlatilag azt vállaltuk, hogy részt veszünk az adatbázis fejlesztésében, részt veszünk azokban a munkákban, amelyek eredmények divatos nevén szóló diszeminálásában fontosak, tehát tájékoztatókat szervezünk, kiadványokat, reklámanyagokat, részt veszünk a kézikönyvek készítésében, a webes fejlesztésében, és gyakorlatilag ezzel ki is megy a tevékenységünket. Nagyon sok partnerünk különböző témákban szakértő, így kerültünk a képbe a minőségbiztosítással kapcsolatban ennél a projektnél mi. Társaságunkról még röviden annyit, hogy milyen célok mentén működünk. Ugye az első rekreációval összefüggő gyakorlati tapasztalatok, tudományos ismeretek, emberi és társadalmi értékek feltárásának, kutatásának ösztönzése és támogatása. Ugye ez konform azzal, hogy egyetemi előadók, egyetemi professzorok a leginkább előforduló emberek a vezetőségben. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati tapasztalatok és a tudományos eredmények hasznosításának elősegítésére.
hozzájárulunk a rekreáció helyzetének elemzéséhez, fejlesztésének tudományos megalapozásához is, illetőleg a társaság tagszervezeteinek, tagjainak a rekreációval kapcsolatos tudományos tevékenységének összehangolását végezzük, illetőleg ezt képviseljük. Illetőleg egyes rekreációs szakember képzés és rekreáció egészségfejlesztő feladatokról is gondoskodunk. A rekreációs tudomány fejlődésének támogatása is a célunk, bár ez gyakorlatilag az első előző pontokban is némileg benne volt. Főszolgáltatásaink közé tartozik, az első és legfontosabb, ezt demonstrálom is. Van egy rekreáció.eu címmel megjelentetett szaklapunk, ez egy tudományos megalapozottsággal írt szaklap. Gyakorlatilag Magyarországon, és én úgy tudom, hogy a környező vidékeken is egyedülálló kezdeményezés a rekreációt tekint le. Igen, a második főszolgáltatáson, hogy rekreációs műhelyt üzemeltetünk, amely azt jelenti, hogy workshopokat, üléseket, konferenciákat szervezünk a rekreáció és az ezzel kapcsolatos tudományok, ismeretek terjesztésére. Így módon például a sportnapokat is szoktunk tartani, illetőleg gyakorlatilag a legegyszerűbb műhely az az aerobik bemutató, hogyha így tekintjük, de komplett sportnapokat is szoktunk tartani, illetőleg tábort is, amely kifejezetten a rekreációval, illetőleg ennek szervezésével kapcsolatos. Az utolsó, de nagyon fontos szolgáltatásunk, a pályázati irodaként is működünk a tagszervezeteink, tagjaink számára, rekreációval, illetve annak szervezésével kapcsolatos pályázatok figyelése és segítése az illetékeseknek. Nyugodtan lehet hozzánk fordulni ilyen kérdésekkel. És lényegében össze is foglaltam, hogy mivel foglalkozunk. Egy példát azt már mutattam a szaklapunkat, a tudományos magazinunkat, illetőleg bátorítanék mindenkit, hogy a nem túl egyszerű, de ráadásul lehet nehezen is megegyezhető, hogy kérem írják fel, akit érdekel, www.recreationassociation.eu oldalon. Rengeteg információ megtalálható a társaságunkról. A legújabb tartalom feltöltések a médiatár alá kerültek. Ott van egy heti műsorunk egy szegedi tévén, és azok az adások fölkerülnek, tehát ezt bárki megtekintheti, akit a rekreációval kapcsolatos tevékenységek érdekelnek, nyugodtan menjen föl, nézze meg, illetőleg rendezvényeinkről is lehet itt információkat találni. Jelzem, a rendezvényeink nagy része ingyenes. Mondanám, hogy szomszédok vagyunk, tehát bárki, aki Szegeden jár, épp akkor nyugodtan nézzen be, megteheti. A legújabb kitalációnk ez a Fitness Night lesz, ennek a sajtótájékoztatója most pénteken lesz Szegeden az Apakorisz napfényküldőben. Ha valaki a sajtóképviselőitől érdeklődik, akkor nagyon szívesen várom, adok szórólapot, elérhetőséget, hogyha ez így. A reče tome da u svijetu ima više od milion certifikovanih organizacija, dok je u Mađarskoj ima neki 50 hiljada, dok je mi podosta kaskamo, ne samo za svijetom, nego i sa našim najbližim susjedima. Ako bismo morali sa, ajde, možda teorijskog aspekta da kažemo čime se bavi ovaj projekat, onda bi svakom slučaju spomenuo strukturisanost, determinisanost, uređenost sistema, je ta što znamo kako se inputi pretvaraju u outpute, koje su upravljačke funkcije, koje su upravljački tokovi, tokovi informacija, kako dokumentacija nastaje. I svemu tome, naravno, polazimo od postojećih problema. Neke smo sami detektovali u toku naših ranih projekata, istraživanja,
ti problemi su naravno javno dostupni kao rezultati za razne istraživanja sprovedenih unazad 20 godina i kao neki od najjačih prepreka se obično navode nedostatak ljudskih resursa osposobljenih za ljudske sistema kvaliteta u organizaciji i postoje resursi zaduženi za tu aktivnost, često se dešava da struktura znanja, struktura njihovih znanja odgovarajuća. Ako se desi da imaju odgovarajuće znanje, vrlo često nemaju dovoljno vremena da ta svoje znanje temeljno i savjesno primene, a to se manifestuje vrlo često tako što je osoba zadužena za uvođenje kvaliteta, zadužena i za neke druge aktivnosti. A i sami znate, kada ste opterećeni sa nekoliko paralelnih zadataka, koji kvalitet postignuti ciljeva na prvom s vašim učinima. Izdvojili smo jednu stavku, ona logički ne bi trebalo biti izdvojena, ali dozvolite, pošto projekat ima dobrim delom informatički karakter, onda da damo malo oduška svojim profesorom, frustracijama, tako s tem da kažem, otpor je prisutan prema uvođenju kvaliteta, otpor je prisutan prema softvera, kao tako, to se čak uči kao jedna početna bazična lekcija iz razno raznih predmeta koje se bave projektovanjem softvera. Zašto je prisutan otpor? Upravo zato što će uvođenje sistema kvaliteta prestati sve one mogućnosti koje su pre toga bile prisutne u raznim firmama, a koje daju, ajde lepo da kažemo, široku slobodu pojedincima da rade određene taske i zadatke na svom nadređenju. Ono što je važno jeste da firme koje se sertifikuju po pitanju sertifikata time daju garanciju da su njihovi tokovi uređeni i kao takvi pružaju garanciju kvalitetu. Naša ciljna grupa jesu mikro i mala preduzeća. Odlećenu digresiju, ono će se ugraditi malo, znači to su čarni broji 10, 50, 250. Do zaključno sa 9 zaposlenih, jer ne smatramo mikro firmama, do 50 mali, do 250 srednjih i tako dalje, tako dalje. Naravno, projekat je od interesa i za srednje preduzeća, ali zvanično naš naglasak na mikro i na malim preduzećima zašto. Prateći evropsko iskustvo, ta preduzeća čine 99,8% ako se dobro sećam zvanično podatka od ukupnog broja firma koje zapošljavaju nekih 67 zarez nešto prilike, znači 5% radnika zaposlenog radi po malim i srednjim osnovnim mikro preduzećima i kao takvi kreiraju značajan deo bruto društvenog proizvoda. Nekom opisa sam to parafrazirao, kaže da je njihovo blagostanje preduslov za ekonomski rast i ekonomije da vam stoji na zemlji. Kao što sam rekao, mali broj mikro i malih preduzeća koji su na dnevnom nivou uveli kvalitetni menadžment sistem i koristi od ovog projekta će imati ne samo ona mala i mikro preduzeća koje će direktno da učestvuju u ovom projektu, naprotiv, imat će ona preduzeća koje ne učestvuju jer će im raznorazni PR materijali biti dostupni. Od ovoga će projekta koristi imati i, kako se to popularno kaže, šira društvena zajednica, pre svega mislim na komore i mislim na lokalne samouprave, naročito na lokalne samouprave koje će uvođenjem sistema kvaliteta u preduzeća koje pripadaju geografski pod njima, zato vidići i svoj rating, vidići i svoje privredne potencijale. Malo sluškim prevodice, ne znam koliko dobro stiže da vam prevede. Možete? Napišem? Vizija projekta je zvanično stočena, jer sam ovdje isprojektovao. Ako bi trebao jednostavno reći, onda bi svakako ključna reč bila softver koji pomaže prilikom uvođenja sistema kvaliteta. Softver,
kao imperativ ima da mora da bude jednostavan, lak za korištenje i razumijevanje. Mora da bude intuitivan, zato što je to po nama, ako ne jedini, ono barem jedan od najvažnijih načina da sistem kvaliteta bude prihvaćen strane svih zaposlenih. Jer nije dovoljno da samo rukovodstvo kaže da uvodimo sistem kvaliteta. Ako ta ideja se prožima kompletan kvalitet sistema kvaliteta, neću reći da je ništa, ali barem nema onog učinka koji se od njega. Naravno, ko sam to rekao, poveća se stepen zadovoljstva, rendnost, profitabilnost i drugi multipartitni pokazatelji ekonomske uspješnosti što se ovaj put će često spominje. Cilj jeste pomoći mikro i malim preduzećima u sistemu, ne da im uvedemo sistem kvaliteta, nego da ih osposobimo da sami budu u stanju to da odrade. To je stara narodna priča, to je u štapu za pecanje, u slučaju mi dajemo zasigurno štap za pecanje. Ciljevi su uvijek specifično definišu, krećemo od takozvane kompetitivne analize. Tu ćemo dobrano koristiti iskustva naših severnih suseda, uspostavit ćemo, trudit ćemo se da poradimo na networkingu, povezivanju naših i njihovih malih i mikro preduzeća. Dvojezični smo otvori svakog jedan produkata ciljeva ovog projekta i dobro taj software razviti. Na ovom projektu ćemo obezbediti obuku za izabranu preduzeća, obuku za korištenje upravo tog softvera, a ona preduzeća koja bude uspješno završila tu obuku će biti u situaciji da izvrše sertifikaciju za primjenu ovih standarda po vrlo povoljnim troškovima uvođenja, ja bih rekao, praktično po ceni članarine. I šta ovaj projekat donosi, koji je softvera, koji smo dosta pričali danas, edukacija će biti, sistem edukacije po tom bitno će biti uspostavljen, usluga kao takva će opstati u ponudi ekonomskog fakulteta, to je jedan od produkata i jedan od dokaza održivosti rezultata ovog projekta. Ti materijali će biti naravno dostupni, uspostavit će se bolja povezanost između međugraničnih partnera, edukacija i savjetanje kao takvi što bi rekli filozofi, naravno nekako nešto se podrazumeva u kompletnom ovom projektu. Dozvolite mi da vas pozdravim ispred CERTOK International Holdinga iz Budimpešte i iz naših kancelarija iz Srbije. Ja se zovem Tibor Šandor i generalni direktor sam CERTOK-a Srbije. To je jedna internacionalna sertifikacijna kuća koja učestvuje u ovom projektu i hvala vam na pozivu, hvala vam svima da možemo kao CERTOK učestvovati u ovom jako značajnom projektu prekogranične saradnje. Evropska integracija je jako značajna za našu zemlju, to znamo svi. I ovi prekogranični saradnja i prekogranični programi u punome će pomoći da naučimo prve korake kako se radi u Evropi i u zemljama koje su već ispred nama u tom poslu. Standardizacija i sertifikacija naše organizacije je osnov i minimum da naše organizacije budu konkurentni ne samo na našem tržištu, nego i u inostranstvu, znači u Evropi i na inostranim tržištima. Cilj i ovog projekta je da implementiraju i sertifikuju određene organizacije koje su izabrani u ovom projektu i sa jedne i sa druge grane, strane granice, znači u Srbiji i u Mađarskoj. I na kraju želim svima uspješan rad koji učestvuju u projektu i naša kompanija CERTOK želi da bude dugoročan
saputnik u tome kao stručan i pouzdan poslovni partner. Ja sam Slobodan Vujković i dolazim, da kažem, iz Subotice i dolazim iz svojstvu zamjenika predsjednika odbora za kvalitet pri regionalnoj privrednoj komori ovdje u našoj Subotici i ova problematika mi je poznata negde od 90. godine. Znači od 90. godine intenzivno se bavim sa uvođenjem sistema kvaliteta u privredu. Poznate su me ove informacije o broju sertifikata kod nas i najveći problem je u stvari, da kažem, komplikovanost dokumentacije u uvođenju u mala i mikro preduzeća, zato što se stvara mnogo papirologije, a slažem se sa i potpuno podržavam ovaj projekat da bi napravili jedan kvalitetan softver koji bi mogao podržati, da kažem, znači, totalno podržati, znači, ne samo ovaj, da kažem, da uvedemo sistem zbog sistema, nego jednostavno da zaživi i da mala privreda shvati da je to jedan od preduslova za bolje poslovanje, za uspešnije poslovanje, koje će se rezultirati dalje sa boljim poslovanjem.